Olaj, két húskonzerv, liszt, cukor és pástétom. Alla Akhafonova, a Rúcsalád Munkácsi Jótékonysági Alapítványának elnöke egy olyan csomag tartalmát mutatja stábunknak, amit a megyénkbe érkezett menekültek számára állítottak össze. A csomagban zömében azok részesülnek, akik munkácson és annak környékén lettek elhelyezve. A segély anyagi fedezetét a munkácsi származású Rúd biztosította. Az élelmiszereket Magyarországon vásárolták és onnan szállították ide. Úgy gondoljuk, hogy ez a mennyiség nagyjából egy hétre elegendő segítséget jelent a család ellátásában. Az élelmiszereket Magyarországról szerezték be. A csomaghoz ivóvizet is adunk, mindenkinek két üveggel, amennyiben kérik, akkor hármat is. A segélycsomagot a háború elől Luhanskból, Donetskből, Irpinből, Harkivból és Zsitomérból érkezett menekültek kapják, akik a térség óvodáiban, iskoláiban és más menedéket nyújtó helyeken lettek elszállásolva. Mindenki Számára biztosítják a segítséget, de előtte alaposan ellenőrzik mindenki iratait. Azt szeretnénk, hogy azok kapják meg a segítséget, akik valóban rászorulnak. Alla otthonába is befogadott néhány menekültet, most ők is bekapcsolódtak az önkéntesek munkájába. Tiszta szívünkből segítünk, mert nagyon sok ember került ilyen borzasztó helyzetbe. Nagyon jó érzés, hogy valamilyen formában segíthetünk mi is. Minden vágyunk az, hogy végre béke legyen, és erre ne legyen szükség, de megteszünk mindent, amit lehet. Csomagokat készítünk, és a hadseregnek is szállítottunk. Nem érzünk fáradtságot, mert minden, amit teszünk, a jó ügy érdekében tesszük. Az embereknek érezniük kell, hogy nem lettek magukra hagyva, hiszen egy ország vagyunk. Marharita korábban irodai munkát végzett, de mivel a háború miatt elvesztette munkáját, most a csomagok összeállításában segítkezik. Összeállítjuk a csomagokat és szétoztjuk az emberek között. Kicsit nehéz, de most erre van szükség. Nem ez az első ilyen jellegű támogatás a jótékonysági alapítvány részéről. A korábbi alkalom során még maradt némi édesség és bébi amit a mostani csomagok összeállításánál használnak fel. Vannak gyógyszerek is, kisgyerekeknek megfázás, láz és köhögés ellen. Van felnőtteknek is gyógyszer. Néhány napja például inzulinus fecskendőkkel segítettünk. Mivel nem sok ember van, akinek szüksége lett volna ezekre a készítményekre, ezért odaadtuk ezeket a helyi kórháznak. Az alapítványhoz köt Szerek szúrító kötések és fájdalomcsillapítók is érkeztek, amit a 128-as dandárnak továbbítottak.